Decemberben már birtokba vehették a gyerekek a Bátori utcai Viza játszóteret. Óvodát és bölcsödét is építenek Gerjenben. Schwab bált rendeznek Dunakömlődön. Ezek a mai nap legfontosabb hírei. Jó estét kívánok! Önök a Telepaks televízió híradóját látják január 10-én szerdán. A gyermekek már december elejétől birtokba vehetik a Bátori utcai Viza játszóteret, amely minden elemével a Dunára emlékeztet, és részben pályázati forrás segítette megvalósulását. Bár módosítások várhatóak még a Viza játszótér küllemében, kerítést kap és nyitvatartási időt határoznak meg, a gyerekek már egy hónapja birtokolják a színvonalasan kialakított játékokat a Bátori utcai emeletes házak melletti zöld területen. A játszótérnek a kialakítása az abszolút kapcsolódik a Dunához, már a nevéből is adódik, ugye, hogy a Viza játszótér, ez a hallra utal, ugye, hogy itt Pakson fogták ki a 80-as évek végén az egyik legnagyobb ilyen halat. Olyan játszóeszközök találhatóak az uniós szabványoknak megfelelő téren, melyek a Dunához és a vízhez köthetők, egyedileg kialakítottak, megtervezettek a kapolcsi székhelyű Ilona Malom műhely BT által. A játszótér egyébként egyrészt pályázati forrásból valósult meg, tehát a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak a támogatásával. Ők 15 millió forinttal támogatták a játszótér kialakítását, az önkormányzat pedig ehhez az összeghez még 7 millió forinttal járult hozzá. Ugyanúgy, ahogy a többi játszótérnek Pakson lesz majd nyitvatartási ideje, téli és nyári nyitvatartási ideje, és természetesen jelenleg még nincs körbekerítve a játszótér, de az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően körbe lesz kerítve, nyilván, hogy a különféle állatok ne tudják megközelíteni ezt a játszóteret. A játszótér valóban a Dunára emlékeztet, emellett ismeretterjesztő célokat is szolgál. Örülnek és megépítésének a kicsik, minden délután gyermek zsivaj töri meg a csendet. Virágokkal teli kertek, rügyező fák. Ezekkel a tavaszias képekkel találkozhattunk januárban Pakson, ugyanis a növények is megérezték az elmúlt napok enyhe időjárását. A tartós fagyok hiánya nem csak a kártevőknek kedvez, az allergiások is számíthatnak a pollen jelenlétére. Itt egy orgonát látunk, amit a ügyek eléggé megbízottak, láthat úgy itt a jó idő hatására eléggé kizöldeltek. Az emberi szervezet mellett a növényeket is megviseli az elmúlt hetek enyhe időjárása. A napsütés és a tartós pluszfokok miatt nem csak a rügyek bújtak ki, sok helyen a hóvirágok, az árvácskák és a téli jázminok is kivirágoztak a napokban. A korán rügyező növényeknek látható, hogy a rügypikkelyei azok visszahúzottak, és elkezdődött a rügyeknek a növekedése. De most a prognózisokból úgy látom, hogy jön a hideg idő, úgyhogy ez nem fog megártani a növényeknek remélhetőleg. Ha mégis megmarad az enyhe időjárás, a korai virágzású növények, mint például a mogyoró, ciprusfélék és az éger, elkezdik szórni a pollenjeiket. Ez a tavaszias időjárás egyedül a kártevőkre nézve előnyös. Az egyet számuk az ilyenkor jobban megmarad, viszont a kertészeknek, illetve az agrárágazatban dolgozóknak egyértelműen rossz, mert ilyenkor a növényvédelmi költségek olyan 10-20%-kal is megnövekedhetnek, hiszen kevésbé gyéríti a hideg a kártevőket, kórokozókat. A DC Dunakom Plusz Kft. Ebben az időszakban sem marad munkanélkül. A cég munkatársai jelenleg cseréket ültetnek, valamint a napokban zajlik az Ifjúság és a Kurcsatov utca közötti tömbelső úgynevezett durva tereprendezése. Óvodát és bölcsödét is építenek idén Gerjenben. Az önkormányzat a területi operatív programtól nyert támogatást a gyermekintézmények kialakítására. A projekt 400 millió forintba kerül, és a tervek szerint 2019-ben adják át. Az óvoda jelenleg két csoporttal családias légkörben működik, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező óvónőkkel és szakképzett dajkákkal Gerjenben. Az intézmény udvara tágas, melyen mozgásfejlesztő játékok sorakoznak, valamint egy elkerített kis műhüves futballpálya. Az épület azonban folyamatos felújításra szorul, a rekonstrukciós munkálatok sok pénzt emésztenek fel. Ezért a testület úgy határozott, a területi operatív program lehetőségét kihasználva pályázik egy új óvoda kialakítására, valamint a megnövekedett igények miatt egy bölcsőde építésére is.
Nagyon örültünk neki, hogy a területi operatív programból közel 400 millió forintot tudott megnyerni a településünk. Ennek a projektnek a része, amint említettem is, egy új épület kialakítása, melyben elhelyezésre kerül az óvoda, illetve egy bölcsődei szolgáltatásra bővül a településünk, remélhetőleg a jövő évnek az első negyedévében, én nagyon bízom benne. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen kis településnek borzasztóan fontos, és talán a jövőbe vetett hitünket is mutatja azt, hogy ezt a pályázatot mondhatom, hogy bemertük vállalni, megpróbáltuk, és hát nyertünk is. A támogatási szerződés aláírása ugyan még hátra van, de az előkészületekhez már hozzálátott a település vezetés. Az új épületet az általános iskola mögé a papkert területére álmodták. Az úgynevezett nyelestelek védetté teszi majd a gyermek intézményt a külső hatásoktól, és lehetőséget teremt a nyugodt légkör megteremtéséhez. Kiemelten fontosnak tartottuk azt, hogy tényleg a gyerekeket a legkisebb korosztálytól itt tudjuk tartani a településen, illetve hogyha egy olyan minőségű intézményt tudunk kialakítani vagy létrehozni, akkor adott esetben a környékbeli településekről is ide tudják majd hozni a gyerekeket, hogy tényleg egy kiemelt szolgáltatást tudjanak igénybe venni a szülők, illetve a gyerekeket a legjobb helyen tudják majd. Gerjen vezetésének az elmúlt 3 évben 25 különböző pályázata nyert támogatást 800 millió forint összértékben. Az idei évben tervezett fejlesztések között található többek közt egy új kút fúrása, valamint egy egészségház kialakítása. A művelődési ház energetikai korszerűsítése pedig már zajlik. Az elképzelések szerint ebbe az épületbe költözik majd a település könyvtára is. Schwabát rendez a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A rendezvényen fellép a Roger Schilling zenekar, valamint műsort ad a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja is. A Német Nemzetiségi Önkormányzat minden érteklődőt szeretettel vár február 3-án 19 órától a Dunakömlődi Faluházban. Bővebb információkért érdeklődhetnek a képernyőn látható elérhetőségen. Pakson rendezik az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga A csoportjának következő fordulóját. A megmérettetésen 7 nemzet 8 U15-ös csapata mérkőzik egymással, köztük az atomerőmű ESE U15-ös együttese is. Szlovák, macedón, cseh, finn, román, szerb, valamint magyar ellenféllel küzd az atomerőmű ESE U15-ös csapat az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga 17-18-as kiírásában. A paksi fiatalok először vesznek részt a sorozaton, az A csoport második játéknapját Pakson, a Gesztényes úti sportcsarnokban rendezik. Ez az ötlet egy Szekszárdal való együttműködés keretében jött, mert ott is van egy 2003-os korosztály, ami kimagaslóbb szinten nem extra, nem első öt csapatba tartozik az országban, de elég jó szinten vannak a fiúk, illetve nálunk is volt pár ember, akiben látunk a fantáziát, és összeraktunk ezt a pár gyereket. Együtt játszanak nemzeti bajnokságban is, U16-os korosztályban, mint U15-ös csapat igazából. A torna csütörtökön este az ASE Debrecen NB1-es felnőtt férfi bajnoki mérkőzést követően kezdődik a szlovák BK Inter Bratislava a macedón KK Fenix 2010 csapatával mérkőzik. A program pénteken 10 órakor folytatódik, és vasárnap 18:30-ig tart. Fiúk látják, hogy hova lehet jutni már ilyen korban, és mi, mint a vezetőség, illetve edzők, azt látjuk, hogy ki hogy reagál, kiben esetleg van valami, kivel lehet számolni jövőre is felnőtt csapat fele. A csapatok a paksi fordulóban is 4 mérkőzést játszanak. A házigazda atomerőmű ESE pénteken 16 órakor a szerb KK Mladost Zemun együttesével, szombaton 15:30-tól a cseh BK Sojki Perhrimov, vasárnap 11 órakor a finn Tampereen Pirinto, míg 17 órakor a szolnoki Oler KK együttesével csap össze. A meccsekre a belépés díjtalan. Ami a holnapi nap időjárását illeti, felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Szitálás, eső egyaránt előfordulhat. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 fok közelében várható.
Az újévi koncerten elhangzott polgármesteri köszöntőt ma este újra megtekinthetik. Közéleti magazinnal folytatódik a Telepaks műsora. Szabó Péter volt, Dalos Szilvia vendége. Tartsanak velünk a folytatásban is, ha tehetik. További szép estét kívánok, viszontlátásra!